Fülöp József, animációs filmrendező, kommunikációs tervezőművész. A Moholy Nagy Művészeti Egyetem rektora. A MOME képzési rendszere szerint ebbe a Bauhaus alapokon nyugszik, és nem véletlen, hogy az innen kikerülő hallgatók munkái messziről felismerhetők. Ennek is a gyökerei ott keresendők, amit Moholy megfogalmazott, ez már a Bauhaus után volt a chicagói években, amikor azt mondta, hogy a design fel fog szabadulni majd attól a működési elvtől, ami az alkalmazott művészek kifejezést Magyarországon indokoltá tette. Magyarul azok az alkotók, akik ezen a területen működnek, azoknak szükségük van egyfajta megrendelői külső impulzusra. Légy szíves, csináld meg nekünk ezt, tervezd meg azt, alakíts ki ezt, vagy old meg azt a problémát. És Moholy akkor is azt mondta, hogy a design az igazából nem egy szakma, hanem inkább egy látásmód, attitűd, ami mindenfajta területen érvényesíthető szemléletet, összefüggéseket felismerő látásmódot, és a problémákat nem csak megtaláló, hanem azoknak a megoldását is kereső magatartást feltételez. A mi hallgatóink, és ez független, hogy valaki építészként, fotográfusként vagy más szakon végez, nem csak detektálják a világot, tehát nem csak észreveszik, hogy hol vannak érdekes témák, hol vannak problémák, hanem nagyon proaktív módon ennek a fajta autonómiának a mentén, amit Moholy így megjósolt, vagy előrevetített, ők megkeresik a megoldásokat. Ami akkor ott a 20-as években, tehát a Bauhaus alapításakor egyértelművé vált, hogy a művészeti oktatás akkor tud érvényes maradni, akkor tud értékeket teremteni, ha nem csak reflektál a környezetére, társadalmi, akár technológiai, akár más hatásokra, hanem azokat megpróbálja befolyásolni. Párbeszédben van vele, és egy proaktív módon ezeknek az irányultságát egyfajta humanitárius szemlélet mentén tudja fejleszteni. Ezt ők megfogalmazták, és a gyakorlatba át tudták építeni, és ez ma is így van. Ez nekünk is egyre inkább felelősségünk, és olyan egyetemet szeretnénk csinálni, az a feladatunk, hogy ennek meg tudjunk felelni. Ezért kell nekünk is változnunk, és nem elég csak azokon a pontokon megállni, amit ők 100 évvel ezelőtt vagy 70 évvel ezelőtt elértek, hanem annak a mentén tovább lépni és felismerni, mik azok az összefüggések, amik hasonló következtetésekre vagy irányokra segítenek minket, mint amit ők akkor felfedeztek. Ezt egyre inkább értjük már, talán nem csak azok, akik foglalkoznak a művészettel, vagy azzal, amit Moholy csinált, mint mi, hanem egyre inkább általánossá válik a világban. Ez a bizonyos design, mint attitűd, tehát ez a gondolkodásmód, ami azt jelenti, hogy az alapvető emberi kreativitás, kommunikációs készség, kritikai szemlélet, együttműködési készségek, empátia mindenkiben benne van. Ezáltal mindenki képes ezt érvényesíteni, és a saját területén, legyen az jogász, vagy építész, vagy sebész, ezeket tudja alkalmazni. Tehát ilyen szempontból mindenki tehetséges, így értelmezhető, sőt, így válik egyre fontosabbá. Ami a művészeti képzést, illetve a MOME képzését, ennek az egyetemnek nagyon fontos értéke a mindenkori hallgatói állománya, a mindenkori oktatói állománya mentén. Azért szeretnénk az egyetemet fejleszteni és változtatni, hogy mi ezt a tehetséges hallgatókat magunknak tudhassuk. Ezek a tehetséges hallgatók bekerülnek egy olyan közegbe, ahol közösségekben vannak. Ezek a közösségek általában olyan létszámon működnek, hogy nagyon gyorsan kialakul párbeszéd, és az a fajta katedrálól kommunikáló professzor képe, az átváltozik egy együttműködő mentorrá, aki a saját szakmaiságát, a saját szakmai lelkismeretét, felelősségvállalását a kezdetektől fogva a hallgatók számára nyitottá, értelmezhetővé és gyakorolhatóvá teszi. És a gyakorlásnak van még egy szempontja, a mi hallgatóink az első perctől kezdve úgy foglalkoznak a világgal, hogy nem csak teoretikusan közelítik meg azt, hanem megoldások mentén, tehát gyakorolnak. Ez a bizonyos a csinálás mentén tanulunk meg dolgokat, és ebbe mind-mind belekerülnek azok a szemléleti kérdéseket, amiket korábban említettünk, és amitől ezt a kiválóságot, vagy ezt a sorból kiemelkedő jelenlétet létre tudják hozni. A technológiának és a művészetetnek az együttműködése az egy olyan kívással néz szembe, említve ezt a bizonyos fokozódó tempót, vagy sokan állítják már azt, hogy tulajdonképpen elértünk abba a sebességtartományba, ahol már nem tudjuk követni mi emberek mindazt a lehetőségrendszert, amit a technológia kínál. És ezáltal, hogy fenntarthatóvá, amennyire lehet, mi fenntarthatóvá tartsuk a világot, emberközpontúvá és a környezetünket is megkímélővé, nem elég a technológiai vagy a gazdasági megoldásoknak a hányada, kell a kritikai szemlélet, kell a művészetnek az együttműködése mindazokkal, akik képesek ebben valamilyen módon szerepet játszani. Nagyon fontos a határterületek, a különböző disziplinák, a különböző megszokott területek közötti átjárás, és ebben egy művészeti egyetem, mint a miénk is, sokat tehet. Mert hogy ezek általában olyan területek, ahol azoknak a gondolkodóknak, ahol
akik olyanok, mint a mi hallgatóink, oktatóink, akik képesek az átlagostól eltérő módon szemlélni dolgokat, képesek új perspektívákat felvenni, kidugva fejüket a dobozból. Ezek a meglátások nagyon sokat segítenek, ezek tudják innovatívvá tenni a környezetünket, jó megoldásokat hozni.